Hogy azt mondtam, hogy menjünk Isten vadászatra. Nézzük meg, hogy tényleg létezik-e egy végtelen személyes lény, aki a valóságunk és ezzel az emberségünk végső oka. Ha létezik egy ilyen, akkor ő benne kell, hogy legyen a válasz mind arra, amiről eddig gondolkoztunk. Sőt, valójában az egész életünkre ő benne kell, hogy legyen a válasz. Ő lenne az, aki a legtágabb kör, amely meghatározhatná a gondolkodásmódunkat, a valóság egészéhez való viszonyulásunkat. Ő akkor a legnagyobb tényező, a legfontosabb kérdés. Isten. De, és itt szeretnék nagyon-nagyon leszögezni valamit. Nem szeretnék egy vallást. Értsd, amit értek. Értsd, amit mondok. A vallás az pejoratív értelemben használom, minden ítélet nélkül, csak mondom a csapdát benne. Emberek véleménye a valóságról, a valóság helyett. Köszönöm szépen, nem kérek belőle. Az egyetlen ok, amiért ebbe a gondolatmenetbe belementünk, az az, hogy ragaszkodni akarunk a valóság tényeihez. Ami azt jelenti, hogy én Istenről csak akkor szeretnék gondolkozni, ha tényleg létezik. Ugye te ennek az egész gondolatmenetnek az kell, hogy legyen az alapfeltétele, hogy ennek a végtelen személyes végső oknak a léte tényszerű. Ha nem az, akkor ne tegyünk úgy, mintha lenne. Ha a tovább gondolkodás során az derül ki, hogy bár a logikai következtetésünk helyes volt, mégsem igaz, akkor csináljunk így, és menjünk tovább. Ne tegyük azt, hogy valamilyen kényszerből, vagy valamilyen, nem is tudom, reményből, naív reményből kreáljunk magunknak egy nem létező valóságot. Ezt értitek? Az nem segítene rajtunk. Viszont ugyanígy fordítva, ha az eddigi világképünkkel teljesen annak ellentmondóan, az eddigi szemléletünket úgymond felborítóan az derül ki a valóságról, egész más, mint aminek eddig gondoltam, hogy van egy Isten, és ugye ez a vadászat erről szólna, hogy esetleg úgymond kapcsolatba léphetünk vele, és ilyen módon választ kaphatunk, sőt lehet, hogy megoldást is, nem csak információt, hanem konkrét segítséget, megoldást az élet legalapvetőbb kérdéseire, akkor viszont ne tagadjuk csak azért, mert ellentmond annak, amit eddig igaznak tartottunk. Biztos emlékeztek, a beavatáson beszéltem az alázatról. Hányan emlékeztek még? Beszéltem egyáltalán az alázatról? Az alázat megint egy ismeretelméleti hozzáállás. Az alázatos ember azt mondja, hogy az igazságot keresem, a valóságot ténylegesen, helyesen, a tényeknek megfelelően leíró válaszokat. És amennyiben ilyet találok, akkor azokat elfogadom még akkor is, hogyha azok ellentmondanak az eddigi, mostanra meghaladott vagy tévesnek bizonyult elképzeléseimnek. Az alázatos ember hajlandó új felismerésre jutni, hajlandó tovább tanulni, hajlandó nőni. Az alázatosnak az ellentetje az arrogáns, vagy inkább úgy mondom, hogy büszke, ahol nem azt értem, hogy büszke a fiára, hanem a büszke megint egy ismeretelméleti fogalom, ahol azt mondom, hogy az én elképzeléseim megelőzik a tényeket. Azaz, ne zavarj össze a tényekkel. Én tudom, hogy hogy van, én így gondolom, és így is fogom gondolni, és nem vagyok hajlandó új felismerésre jutni, ennyi, pont. Ragaszkodom a saját elképzelésemhez. Ennek a büszkeségnek semmi értelme. És ez az, amitől meg kéne, hogy óvjuk magunkat ebben a gondolkodásmódban, pont úgy, mint a hiszékenységtől és a naivitástól, amely mind a kettő csak elszakítana minket a valóság tényeitől. Rendben van ez így? Pont az igazságot szeretnénk, bármi legyen is az. Hát,
hányan utáltok már? Még nem? Egyébként lehet, hogy akkor már nem is fogtok. Bár lesz még rosszabb. Emlékeztek a racionalizmusra? A racionalizmus az a megismerési módszer, ahol önmagamból indulok ki, és megpróbálom feltérképezni az engem körülvevő világot, és ilyen módon egy végső válaszhoz jutni. A racionalizmus csődje, az egyik csődje az, hogy önmagamból indulok ki, de a másik csődje az ember korlátozottságában van. Hadd illusztráljam. Ez már az istenvadászat, ne aggódjatok. Hát tudom, hogy nem aggódtatok, csak mondom, hogy ez már az istenvadászat. Albert Einstein tette ezt a kijelentést, és nem attól igaz, hogy ő mondta, hanem ő csak felismerte. Ő azt mondta, hogy az emberiség össztudása, az emberiség össztudása, nem az övé, az emberiség össztudása kevesebb, mint a feltételezhetően létező össztudás 1%-a. Azaz, hogyha az ember fel tud tenni ennyi kérdést, akkor ennyire, illetve ennél kevesebbre tudja, vagy tudhatja a választ. Az ember a maga korlátozottsága miatt fel tud tenni számos olyan kérdést, amivel kapcsolatban muszáj agnosztikusnak maradnia. Azaz azt mondania, hogy nem tudom, és valószínűleg nem is tudhatom. Nem vagyok elég nagy. Mi van a Marianna árok mélyén? Azt hiszem kétszer sikerült oda lemenni egy pár percre. Ezzel tudjuk, hogy mi van ott? Hát egy kis részét láttuk. A saját bolygónkon, ugye, hogyan működik az emberi agy? Tudunk már róla egy csomó mindent, de kisilabizáltuk. Ugye, létre tudjuk hozni a mesterséges intelligenciát, amely az emberi agy hatékonyságával dolgozik? Dehogy is. Ugye, mi van tőlünk 200 fényévre? Ami nincs is olyan messze, 200 fényév galaktikus távolságban. Gőzünk nincs róla. Végtelen számú kérdést tudunk föltenni, amire csak egész egyszerűen nem tudhatjuk a választ. Ilyen módon a racionalista módszerrel megtalálni Istent, ugye istenvadászatra megyünk, igaz? Mit csinálunk? Elkezdünk innen, és benézünk minden kő alá. És valamelyik kő alatt ott lesz. Mert minden kő alá be tudunk nézni, igaz? Egy vicc, mert nem tudunk kijönni ebből a kis piros pöttyből innen, úgyhogy ha Isten nem akarja, hogy megtaláljuk, akkor bárhol megáll az általunk feltérképezhetetlen valóság 99%-ában, és semmit nem kell tennie, rejtve marad előlünk. Ami valami ilyesmit jelent, hogy ez az Isten vadászat dolog csak akkor értelmes, hogyha Isten akarta, hogy megtaláljuk. Ezt értitek? Mert ha nem akarta, nem találjuk meg soha. Ennyi. Rendben van? Rendben van? Nekem ne hidd el. Idáig bírunk jönni, vagy még odáig sem, ő meg itt van. Tessék? Úgyhogy muszáj abból kiindulnunk ezen a ponton, feltételezzük, hogy akarta. Viszont miért kellett ezt mondanom? Mert ha ez így van, akkor nem a racionalista módszerrel kell keresnünk őt, hanem egy másik módszerrel. Egy kis gondolati váltásra van szükség. És itt jön be egy fogalom, amit vallásokkal kapcsolatban lehet, hogy hallottatok már, ez az isteni kijelentés gondolata. Ami valami olyasmi, hogy Isten akarta, hogy mi tudjunk róla, és ezért általunk megvizsgálható, általunk ellenőrizhető, általunk feldolgozható információt helyezett el a mi világunkban. És azt már megtalálhatjuk. Isten lábnyomait keressük. Isten elveszített karóráját. Kicsit viccelek. Isten
hátrahagyott jegyzeteit, az üzenetét. Még néhány gondolat, csak hogy a vadászat játékszabályait pontosítsuk. Ugye az egyik logikai következtetésünk az az volt, hogy a valóság végső oka minőségileg pont olyan, vagy fejlettebb, mint mi. Azaz személyes, vagy személy feletti. Mert mit tudjuk, hogy mi van még utána, de a mi mércénkkel legalább személyes kell, hogy legyen. Ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem illogikátlan feltételezni, hogy ő akár egy személyes módon is hagyott üzenetet, vagy hajlandó velünk kommunikálni. Igaz? Tehát, hogyha egy személyről szeretnél információt, akkor mit csinálsz? Olvasol róla, vagy beszélsz vele, vagy találkozol vele. Igaz? Tehát egyrészt a szavakkal történő kommunikáció teljesen logikus feltételezés, hogy ez megtörténhet, hisz ha mi vagyunk az okozatok, és beszélünk, akkor az okban ott kell, hogy legyen a nyelv, és így tovább, ez csak logika. Tehát ilyen módon nem feltétlenül teljesen elvont, úgymond műszerekkel mérhető, nem is tudom, furcsa ködöket, vagy nem tudom, ilyen teljesen elvont dolgokat kell keresnünk, hanem valójában a személyes kommunikációnak a nyomait kutathatnánk mindössze egy végtelen személyes lény kezéből. Elfogadható ez? Nem illogikátlan. És itt megint van még két lehetőségünk. Az egyik, hogy a teljes kutatást magunk csináljuk. Tehát most itt megbeszéljük, vérszövetséget kötünk, és én elmegyek északnak, ti elmentek délnek, és mindannyian az életünk hátralevő részét annak szánjuk, nem lenne ostobaság egyébként, hogy felkutassuk Isten nyomait. És aztán évente találkozunk, és összerakjuk, amit találtunk. Ez az egyik lehetőség. A másik az az, hogy megnézzük, hogy csinált-e már valaki előttünk ilyet. És ha csinált, akkor nézzük meg, hogy mire jutott, ellenőrizzük a kutatásait, ellenőrizzük az eredményeit, és hogyha hasznosak, használjuk fel, ha pedig haszontalanak, dobjuk el. Nézzük meg, hogy van-e már valamilyen összegyűjtött információ Istenről. Hallottuk azt, hogy maga a Biblia. A Biblia az micsoda? Hogy? Egy írás. Írás. Szösz tudja, hogy mi van benne. Hadd legyek egy picit óvatosabb. Van egy csomó vallás. Ugye nem tudom, észrevettétek-e, hogy az emberiséget nem csak most, hanem az egész történelem során három dolog mozgatott. Remélem, jól mondom a hármat. Az egyik a hatalom. A hatalom iránti vágy, a hatalom megszerzése. Lehet, hogy kettő. A másik az emberek spirituális meggyőződései. A vallás. Úgy tűnik, hogy az egész emberiség történelme át van szőve az Isten kereséssel. Valószínűleg egy csomóan komoly munkát végeztek már ezen a területen. És persze egy csomóan meg csak fogták és hagyták megetetni magukat egy vallással. Ahol a vallást megint nem kritikusan használom, de pejoratívan, azt mondva, hogy emberek vélekedése az igazságról, amely nem felel meg a tényeknek. Hívjuk akkor hamis vallásnak. Mert az igaz vallás pedig, mert a vallás szó ezt jelenti, mit vallok a világról. És amit vallok róla, az vagy igaz, vagy nem. Attól válik értékessé, hogy igaz. Ha nem igaz, akkor meg vallhatod, tévedésnek hívják, becsapottságnak hívják. Hiszem, hogy van egy csomó vallás, ami épp annyira felszínes, mint ahogy a kultúránkat követjük.
belenőttünk, megmondták, hogy így kell élni, sose kérdőjeleztük meg, sose hoztunk saját döntést, sose néztünk utána, hogy tényleg így kell-e. A kultúránknak része az, hogy mi kőházakban lakunk, az, hogy napi 8 órát dolgozunk, az, hogy, és így tovább is mondhatnám. Aztán elmész egy másik földrészre, és emberek ugyanazokra a szükségekre teljesen más megoldásokat, teljesen működő módon használnak. Ami jelent valami olyasmit, hogy bizony sokszor igen felszínes lények vagyunk, akik csak elfogadjuk a dolgokat, ahogy vannak. És hiszem, hogy ilyen módon sok embernek, spirituális embernek a világképe sem átgondolt, sem megfontolt, hanem csak úgy elfogadta. Nem kritizálom, csak azt mondom, hogy mennyivel jobb lenne az igazságban hinni, a valóságban. És hogyha az hoz egy spirituális tartalmat, akkor ez egy meggyőződéses spirituális tartalom lesz, és nem egy ilyen, hát belekeveredtem, voltam már másban is. Jó ez így? Na most figyeljetek, tudjátok, amikor én ezen, én 15 éve kezdtem el ezen gondolkozni, nyilván gondolkozom már egy ideje rajta. Tudjátok, mit vettem észre? Hogy nagyon kevés versenyző marad versenyben, ha mi filozófiai előszűrésünket érvényesítjük rájuk. Mi volt a filozófiai előszűrésünk? Hogy a valóság végső oka végtelen és személyes kell, hogy legyen egyben. Ha jól tudom, rengeteg vallás van, rengeteg spirituális meggyőződés, rengeteg szent könyv, rengeteg elmélet, biztos majdnem mind megfelel neki az alapszűrésnek. És tudjátok, mi derült ki? Hogy nem. Tudjátok, hány világkép van, ami egyáltalán fennmarad a szűrőn? Nem kell hozzá a második kezem. Három. Három van. Három olyan világképről tudok én is, javítsatok ki, ha tévedek, amelyik, és lehet, hogy igazad van, mert kettő közülük majdnem egy. Igen, mindjárt mondom. Három olyan világkép van, akkor hagyd maradjak egyelőre ennél, és aztán javítom a tévedésemet, amely végtelen személyes végső okot vall. Ez a mohamedán vallás, Allah egy és végtelen, a zsidó hit, Jahve egy és végtelen, és a keresztény hit, ahol Isten egy és végtelen. Bocsánat, mindig egyet mondtam, és végtelen. Azt kellett mondanom, hogy személyes és végtelen. Személyes és végtelen. Ez a három. A hinduk nem. A hinduknál 1 millió Isten van, és mind kicsi. Nem lehetnek, lehet, hogy léteznek, azt én nem tudom, de nem lehetnek végső okai a világunknak. Lehet, hogy ott vannak spirituális lények, nem tudom, nem is akarom kritizálni. Akik csinálnak valamit, és akik követik őket, azok valamilyen haszonhoz jutnak, ezt nem tudom. De ha a valóság legmeghatározóbb személyét keressük, akkor egy végtelen személyt keresünk. Hogy? Buddha egy személy volt, tehát hogy ő sosem mondta magáról, hogy Isten, ő egy próféta volt, aki megvilágosodott, aki egy olyan világképben hitt, ahol egy személytelen törvény, a karma működteti az univerzumot, ahol az ember célja ebbe a személytelen törvénybe való végső beleolvadás. Nem személyes. Még ha végtelen is, és az se biztos, hogy pontosan azt hiszik, hogy végtelen, magában a hinduizmusban és a buddhizmusban annyiféle ágazat van, hogy ők se tudják pontosan, hogy miben hisznek, de alapvetően tuti, hogy nem személyes. A buddhista filozófia vége. Mi van még? Van a New Age filozófia, ahol alapvetően azt hisszük, hogy mi vagyunk Isten. Ezt már tisztáztuk, hogy még ha igenis, elég nagy bajban vagyunk, ha én vagyok az, mert a hatalmam túl véges. Igaz, nem vagyunk elég nagyok. Mi van még? A univerzalizmus személytelen. Igen, személytelen, így van, így van. Nem maradt sok versenyző. Három. Ahol, és itt jön a tévedésem, ahol kettő igazából megegyezik, tehát a zsidó hit és a kereszténység valójában egy filozófia, csak egyfajta nézeteltérés miatt két csoportra
oszlottak. Finoman, politikailag korrektan fogalmazok, igaz? Most akkor a következő, ezen a ponton a gyorsítás reménye. Ugye az van, hogy a klasszikus logika elve szerint maradt két versenyzőnk. Hívjuk így, hogy zsidó keresztény vallás és a mohamedán vallás. Vagy az egyik igaz és a másik hamis, vagy a másik hamis és az egyik igaz, vagy mind a kettő hamis. És még senki nem találta meg. Oké? Most azt kéne megnézni, hogy valamelyikről be tudjuk-e bizonyítani, hogy igaz, vagy valamelyikről meg tudjuk-e cáfolni, hogy igaz. Azért érdemes ezzel foglalkozni először, ezzel a kettővel, mert itt már van kutatási anyag. Nem kell elmennünk az erdőbe vadászni. Most figyeljetek, a filozófiai szűrőnek van egy harmadik része, amit eddig nem hoztam elő, most van itt az ideje. A végtelen, aki a végső oknak meg kell magyaráznia, birtokolnia, tartalmaznia kell mindazt, amit megfigyelünk a mi valóságunkban. Itt ebben a helyiségben megfigyelünk egy olyan kategóriát, illetve kettőt, ami a két világvallás Isten képének az egyikében nincs meg. És ez a következő. Mindenki nézzen saját magára. Mit látsz? Látsz egy embert, igaz? Ha megnézed a melletted ülőt, mit látsz ott? Egy embert. Ő hasonlít rád? Bizonyos szempontból borzasztóan hasonlít. Tehát azt látjuk, hogy létezik az egység. Minden embernek két keze, két lába, egy feje, és mondhatnám tovább. Bizonyos értelemben tök egyformák vagyunk. Férfi, nő, az is hasonlít, de aztán a nők nőkkel, férfiak, férfiak. Az egység létezik, az egységesség, a minta gondolata. Ugyanakkor van-e két egyforma új lenyomat? Nincs. Van-e két egyforma arc? Hasonlítanak egymásra néhányan, de nem egyformák. Miközben létezik az egység, végtelen sokféleség van. És ez egy filozófiai kategória, egy minőségi kategória. Az egység és sokféleség egyszerre. Ezt értitek? Allahhal az a baj, hogy ő egy. De nem sokféle, mert a sokféle az legalább kettő. Igaz? Az az első pont, ahol azt mondhatjuk, hogy sok. Az egy az nem sok, az egy. Allahban van magyarázat az egységre, de filozófiai szinten minőségi kategóriaként nincs magyarázat a sokféleségre. Mint ilyen, Allah kiesik a versenyből. Mert nincs magyarázat rá, hogy honnan van 40 ezer fajta lepke. Egyfajta lepkét értenék. De 40 ezer fajtát, a sokféleség. Nincs két egyforma hószem, azt mondják. A világ történelem során állítólag, nem tudom, hogy mérik, de azt mondják, hogy nem esett le két egyforma hószem még soha. Hihetetlen sokféleség. És a sok az a kettőnél kezdődik. És ha jól tudom, a zsidó-keresztény világkép megfelel ennek a kategóriának, azon a furcsa, minek hívjam, definíción keresztül, amit biztos mind hallottunk már, amit Szent Háromságnak hívnak. Ha jól értem, azt mondják, hogy Isten egy, de egy Istenen belül három személy. És azt is mondják, hogy nem lehet modellezni, mert ez egy a mi dimenzióink határán túlmutató lét, olyan, mint amikor egy sík lénynek azt mondom, hogy kocka. A sík lény mit lát a kockából? Azt mondja, négyzet. Négyzet. Mondom, nem, kocka. Ja, négyzet. Kocka. Nem. Értem, amit mondasz, négyzet.
és nem létezik a számára a következő kiterjedés. Ilyen módon érthetetlen és felfoghatatlan az az extra információ, amit adunk. Hogyan lehet Isten egy, és mégis három? Nem tudom, de ezt mondja magáról. És ilyen módon megfelel annak a filozófiai elvárásunknak, hogy az egység és a sokféleség egyszerre kéne, hogy létezzen. Ilyen módon egy versenyzőnk maradt. A zsidó-keresztény világkép. Ez azt jelenti, hogy a zsidó-keresztény világkép igaz? Nem, ezen a ponton egyáltalán nem jelenti azt. Azt jelenti, hogy ennek van esélye. Ezt értitek? Nagyon fontos, hogy értsétek. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyított, annyi, hogy nincs versenytársa egyenlőre. Tehát az alapszűrésen mindenki más kiesett. Ettől még lehet, hogy ez sem igaz, és még senki se találta meg a választ, és tovább kell keresni, de itt értelmes tovább vizsgálódni. Rendben van? És mivel dél van, és én azt ígértem, hogy egyik végzünk, ezért itt most begyorsítunk egy picit. Rendben? Én személyesen 15 évvel ezelőtt találkoztam egy üzletemberrel. Staudinger Jánosnak hívták, egy magyar úriember volt, akinek a szülei sok-sok évvel ezelőtt disszidáltak Amerikába, és ott dúsgazdagok lettek. És a srác, ahogy felnőtt, és önálló döntéseket kellett kezdett hozni, azon túl, hogy az apja cégébe beszállt, hazajött Magyarországra misszionáriusnak. Mondom, ember okos vagy, csináltam már én a nagyobb marhaságot is, úgyhogy neked is elnézem. És ez épp abban a fázisban volt, amikor vele találkoztam, ahol úgymond ezeket az alapkérdéseket így azért feszegettem az életemben. Hogy mi az élet értelme, hogy létezik-e természet feletti, ha igen, akkor mi van ott, és honnan tudhatom. És nagyon sokféle emberrel beszéltem. Elvégeztem agykontroll tanfolyamot, Paulinyi Tomihoz jártunk parapszichológia kísérleteket végezni, és működött, tehát úgy értem, nem teleportálás, azért annyira nem voltunk vagányak, de gondolatátvitel kísérlet működött, csak ez a micsoda, ez az energia, ami az pörgött. Aztán voltak hindu ismerőseim, buddhista ismerőseim, és csak egész egyszerűen kérdeztem. És amikor kérdeztem, mindig azzal az igényességgel, mint amivel most is gondolkozunk. Hogy jól hangzik, amit mondasz, tetszik nekem, érdekes, de honnan tudhatom, hogy megfelel a tényeknek? Azt mondod, hogy legyek sámán, én leszek, ha annak kell lennem, de honnan tudhatom, hogy annak kell lennem? És erre a kérdésre, amikor így keményen belekérdeztem, mint ahogy egy üzletember belekérdez, amikor azt várják tőle, hogy fektessen be 100 milliót, erre nem kaptam választ. Sose kaptam választ. Mindig mellébeszélést kaptam. A hajánál fogva önmagát a vízből kiemelő körkörös érveléseket, logikát, ami a semmiben lógott. Nem kaptam válaszokat. És ez a bizonyos Staudinger Jani, és nagy tisztelettel gondolok rá, volt az első ember, amikor erre a kérdésre azt mondta, hogy honnan tudhatom, hogy igaz, amit mondasz. Ő egyébként keresztény volt. Tehát ő keresztény misszionáriusnak jött haza Magyarországra, és a Bibliát lobogtatta nekem. És tőle is azt kérdeztem, hogy figyelj, aranyos vagy, meg hiteles is vagy nekem, mert látom, hogy egy komoly gondolkodó vagy, üzletember, de mondom, honnan tudhatom, hogy amit mondasz a Bibliából, Istenről, az igaz és megfelel a tényeknek, és ezt válaszolta. Figyelj, onnan, hogy az első betűtől az utolsóig be tudom bizonyítani, hogy a Biblia Isten üzenete az ember felé. És hogy az első betűtől az utolsóig tényeket ír le az emberről, az életről, annak az értelméről és céljáról. Nem egy jó könyv Istenről, hanem maga Isten üzenete, mint egy használati útmutató az élethez. Apától a fiának, apától a lányának. Hogy az az Isten, aki a valóságot hordozza, egy céllal hozta létre az embert, és hogy ezt a célt ebben az üzenetben viszi el az embernek.
Ezt mondta. Ezeket a szavakat használta. Be tudom bizonyítani, hogy Isten létezik, és hogy ő az, akinek a Bibliában mondja magát. Mondom, barátom, magas húrokat pengetsz, tessék leülni, és hozzákezdeni. És leült, és hozzákezdett. 3 hónapig gyötörtem. 3 hónapig, minden nap több mint 2 vagy 3 órát töltöttem, késő estétől éjszakáig az irodájában, és faggattam, és belekötöttem, és amit mondott, annak utána jártam, és faggattam, és belekötöttem. És a következő derült ki, hogy egy hihetetlen, nem akarom ezt most kimondani, hogy olyan mennyiségű információ áll a rendelkezésünkre Isten létéről és személyéről, ami minden elképzelést meghalad. Olyan mennyiségű, olyan tisztaságú információ, amely bármelyik bíróságon, bármelyik esküdtszék előtt megállná a helyét, és őszinte, de nyugodtan ateista, de őszinte esküdtek előtt arra a végkövetkeztetésre juthatná a tárgyalást, hogy Isten létezik, és az, akinek a Bibliában mondja magát. Azt kérdeztem, hogy hogy lehetett, hogy ez az információmennyiség 3 hónap kellett hozzá, hogy ő mindet átadja. Iszonyatos mennyiségű bizonyíték. Jogi, történelmi, tudományos, informatikai, biológiai, bármelyik útról, bármelyik irányba mentünk, a józan gondolkodásnak bármelyik aspektusát vettük elő, teljes fedés, teljes hitelesítés, teljes tekintély. Hogy létezik, hogy ezt eddig nem láttam? Hogy létezik, hogy ezt eddig nem mondták? És ez az, amit nem akartam mondani, hogy hogy létezik. Nem is témája a mostani alkalomnak, de a következő percekben ezeknek a bizonyítékoknak a leglényegesebb eszenciáját megpróbálom én és Ernő bemutatni nektek. Rendben van? Bizonyítékoknak olyan tömege és olyan súlya, amelyek, hadd mondjam ezt, és ne fogadjátok el nekem, pont ez a szép benne, de most csak, hogy haladjunk, hadd mondjam, megkérdőjelezhetetlenül igazolják a Biblia igaz voltát. Honnan tudom, hogy megkérdőjelezhetetlenül? Mert 15 éve megpróbálom megkérdőjelezni. Én jelenleg tanítok a Közép-Európai Teológiai Akadémián egy tantárgyat, amely arról szól, hogy honnan tudhatja egy józanul gondolkodó ember, hogy létezik-e Isten, hogyan tudja igazolni. Az óra elején a következőt mondtam. Ha itt közületek, ha nyilvánvalóan és minden kétséget kizáróan igazolnám nektek a következő fél évben, hogy mind tévedtünk, és a Biblia nem igaz, és Isten nem az, akinek a Bibliában mondja magát, akkor hányan lennétek még mindig hívők? És azt vártam, hogy senki ne tegye fel a kezét. Mert ha ez az egész nem igaz, akkor mi tévedtünk. Ha ez az egész nem igaz, akkor be vagyunk csapva. Az egésznek az alapja, a létjogosultsága az kell, hogy legyen 10 év, 15 év, 20 év, 30 év, 50 év után, hogy megfelel a tényeknek. És az a nap, ahol kiderül, hogy nem felel meg a tényeknek, az a nap az, ahol tovább kell keresnem. Mert akkor is hiszek az életben, akkor is hiszek benne, hogy kell, hogy legyen válasz. De ha egy rossz megoldást találtam, akkor tovább kell mennem egy jó után. 15 éve nem tudom megcáfolni. 15 éve kiállja a kritika minden próbáját. Úgyhogy lássuk. Itt szeretném behívni Ernőt. És Ernő az egyik legtisztább gondolkodó, akit ismerek. És lehet, hogy úgy fogjuk csinálni, mint ahogy Mátyással a beavatáson, hogy egy kicsit együtt fogunk beszélni. Átadom a szót neki, aztán visszaveszem, aztán belekérdezek, majd ő is kérdez. Szeretném elkezdeni, és akkor átpasszolom neked. Jó, Ernő? A következő.
Abból indultunk ki, és maradjunk most is ennél a kiindulásnál. Legyen ez a hipotézisünk, jó? Tudjátok, mi az a hipotézis? Az az, amikor van egy probléma, és egy lehetséges választ felvetünk, amelyről nem tudjuk, hogy igaz-e. De azért, hogy legyen mivel gondolkozni, azért, hogy ne a levegőbe csapongjunk, ezért egy hipotézist követünk, amelyet vagy igazolni, vagy cáfolni fogunk a gondolatmenet során. A hipotézisünk most a következő. Isten akarta, hogy mi megtaláljuk őt, és hogy végül is ő az, akinek a Bibliában leírja magát. Ez a hipotézisünk. Hogy mit mond a Biblia? Lehet, hogy azt nagyon röviden most összefoglalom, hogy az ijesztő részt kivegyem belőle, de csak egy dolog előtte. A Biblia használ egy kifejezést, amit mind ismertek, a kifejezés a hit szó. Hányan hallottátok már a hit szót? Nem hallottátok szerintem egyikötök sem, mert hallottatok egy szót, amit a modern ember hit szóként használ, de nem azt jelenti, amit a Biblia ért alatta. A modern ember legtöbbször hit alatt azt mondja, hogy ezeket a dolgokat látom és tudom. Azokat meg nem tudom, úgyhogy elhiszem őket. Valami ilyesmit mond a hit. A bibliai hit nem ezt mondja. A bibliai hit azt mondja, hogy a hit a nem látható dolgok, tényekről való meggyőződés. A hit nem az, amikor nem tudhatok valamit, hanem az, amikor nincs empirikusan megtapasztalható jelenség előttem, hanem csak információm van. De az információ tényeken alapul, és meggyőződéshez visz. A bibliai definíció a hitről a tudás legmagasabb formáját definiálja, a meggyőződésen alapuló tudást. A tudósoknak, a kutatóknak van ilyen hitük. Kiszámolták, ezerszer ellenőrizték, ezerszer utána jártak, az életük múlik rajta, hidat építenek, amin emberek fognak átmenni, hogy statikailag megáll-e, hát majd megáll, vagy nem. Nem, akkor börtönbe kerül. Úgy értem, ő eljut odáig, hogy meg vagyok győződve. Én odaállok, és azt mondom, itt még nincs is híd, itt csak egy szakadék van, de ide tudunk építeni egy hitat, amit ha így építünk, meg fog állni. Meggyőződés valamiről, amit még nem látok. Ez a bibliai definíció. Úgyhogy ahhoz, hogy nekünk meggyőződésünk lehessen Isten létéről és az életünk kérdéseire adott válaszokra, ahhoz Istennek bizonyítékokat kellett adnia. Mert hogy lehetne meggyőződésünk megfelelő mennyiségű és minőségű információ nélkül? Ugye, te legyen meggyőződésed, de nem adok infót. Hát ez a leggroteszkebb, legcinikusabb elképzelés, amit csak el lehet képzelni, igaz? Istennek bizonyítania kellett önmagát, és ezt tette meg egy fantasztikus módon. Egy jogi, történelmi úton. És szerintem itt átadom a szót Ernőnek. Jöhetsz? Mehet? A következőkre gondolok. A Biblia hogyan keletkezett? A proféciák rendszere, az elvárásunk, hogy Isten eljöjjön személyesen, a találkozás lehetőségei, messiási proféciák, valami ilyesmi, az jó? Esetleg a környezet, zsidó nép, ilyenek. Jó, és én azonnal jövök vissza. Fogadjátok Ernőt sok szeretettel. Oké, elvittem a mikrofont. Köszi. Hogy is van, sose szokott menni. Oké, hát én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ha nehéz bekapcsolódni, így olyan ívet húzott Sanyi, és csak így megpróbálok nem makogni, hanem így elkapni. Nehéz lesz. Azt hiszem, hogy nagyon fontos azt leszögezni, amit Sanyi is hangsúlyozott, hogy
nem valami ködös légvárat szeretnénk építeni, és nem egy olyan filozófiát keresünk, ami beleillik az eddigi elképzelésünkbe. Zsebre. Köszi. Én műszaki ember lévén nagyon racionálisan gondolkodtam világéletemben, és amikor kerestem az élet legfontosabb kérdéseire a válaszokat, akkor bejártam egy utat, ez 2 éven betelt. Életre halára kérdeztem, mert egy olyan élethelyzetben voltam, hogy az volt a tét, hogy véget vessek-e az életemnek, vagy ne. És amikor valaki a halál küszöbén egyensúlyoz, akkor nincs kedve bármiféle ködös dologba hinni. Azt hiszem, hogy néhányszor, amikor egy úgynevezett tragédia történik az életünkben, az lehet, hogy az ment meg minket. Egyet tudunk ezzel érteni? Annyira megszokottak vagyunk, annyira megszokottan éljük az életünket, hogy nem tudnak minket kizökkenteni. És néha, amikor történik valami váratlan dolog, egy tragédia, vagy ne adj Isten, egy nagy boldogság, lehet, hogy minden a tiéd lesz. És akkor teszed fel a nagy kérdéseket. Oké, de végül is nem erről szerettem volna beszélni, hanem a bizonyítékokról, hogy vannak-e, és hogy megvizsgálhatóak-e. Sanyi, nem beszéltük meg, hogy miről fogunk beszélni, de azt hiszem így jobb is. Proféciák rendszer. Hányan hallottátok ezt a szót, hogy profécia? Oké, profécia. Ezek egy azt hiszem rossz kifejezéssel éve jóslatok, amik úgy működnek, hogy most húzok egy időegyenest, mondjuk ez lesz az egyenesünk, ebben a pontban az adott jós vagy proféta tesz egy jövendőlést, ami mutat egy pontra valahol a jövőben, és ez pontosan bekövetkezik. Van-e tudomásotok arról, hogy léteznek ilyen proféciák, ami pontosan beteljesedett? Többféle proféta van, modernkori proféták is, például Nostradamus, nem, tehát ő egy kicsit régebben élt proféta. Hogyha proféciákról beszélünk, általában az embereknek ez a név fog beugrani, de róla tudni kell, hogy ködös proféciái voltak. Olyan proféciája nem volt, ami 100%-osan beteljesedett volna, olyan volt, amiben bele lehetett magyarázni dolgokat. Most a Bibliáról csak néhány adat, hogy 6408 darab proféciát tartalmaz. Én magam nem jártam utána, egy Werner Gitt nevű informatikus számolta át. Én magam néhány százig jutottam, de végülis ez az adat már annyira meggyőzött, hogy nem volt szükségem további információkra. 6408 profécia, ebből jelenleg több mint 3400 hiba nélkül beteljesedett. A többi még a jövőre szól. Rengeteg profécia szól a jövőről. Valójában a Biblia egy távcső a múltba, és egy távcső a jövőbe. Egy értelemben tudjuk, hogy mi fog történni. Hogyha a végén ez esetleg érdekes lehet a téma, Sanyi bólogat, akkor esetleg beszélhetünk róla. Nagyon érdekes a világ történelem alakulása, hogyha egy újságot mellé teszel a Biblia mellé, és párhuzamosan olvasod, megdöbbentő dolgokat tudsz meg valójában. Illetve nagyon komoly felismeréseid lehetnek. 3400 profécia. A proféciákkal kapcsolatban az elvárásunk a 100%-os pontosság. És itt van a Biblia egy példánya. Hogyha Isten ihlette a Bibliát, hogyha valóban ez az ő üzenet a számunkra, akkor az elvárásunk a 100%-os pontosság, nem tévedhet. És egyébként nagyon szűk keretek közé szorított minket, illetve azokat az embereket, akik megpróbálják a Bibliát megcáfolni, ugyanis az emberi történelemben, az egyetemes történelemben ágyazta a Bibliának a sztoriát. Rengeteg évszámot tartalmaz, rengeteg adatot, úgyhogy egy történelemkönyv segítségével lehet ellenőrizni az egész történetet. Az írott történelmünk szab csak határt, ami 5500 éves, tudtátok? Ez nagyon érdekes. 5500 évesnél régebb írásos emlékünk nincsen. Oké? Nincsen. Ez csak egy érdekesség. Aztán nem lettem volna proféta, mert a következő, ez nem volt játék, az életükkel játszottak a proféták. A proféták azok az emberek voltak, akik azt állították, hogy Isten üzenetét hordozzák. De oké, ezt mondhatja bárki. Mondhatom én is, hogy én egy proféta vagyok, és legfeljebb kinevettek, de minimum azt kéne mondanotok, hogy oké, de bizonyíts be. Honnan tudhatom, hogy igazat mondasz? A proféták a következőképpen működtek.
Isten hitelesítette őket. Azt mondta, hogy nem várom, mint ahogy Sanyi is mondta, a hit egy meggyőződés. Isten azt mondta, hogy nem várom el, hogy csak úgy higgy bármilyen embernek. Be fogom bizonyítani, hogy ő az én üzenetemet hordozza, és ezt a következőképpen fogom megtenni. A proféta itt tette egy rövid távú jóslatot, ami még az ő életében bekövetkezett. Úgy, hogy a szemtanúk hitelesíteni tudják. Egy rövid távú, lehet, hogy egy hónap, egy év, egy éves profécia körülbelül. És csak tudnotok, hogy az egész zsidó nép élete erről szólt. Ez nem egy pincében történt, nem egy játszótéren, hanem egy egész nép tudta, hogy kik a proféták, és figyelték minden szavukat több millióan. És a proféta azt mondta, hogy jövő hónapban lesz egy rettenetes dögvész. És hogyha ez bekövetkezett, akkor a proféta hitelesítve volt. És azt mondták, hogy ez rendben van. És aztán tett középtávú jóslatot, ami később teljesedett be, és aztán hosszú távú jóslatot. És van, ami olyan hosszú távú, ami több ezer évet ölel fel, és még a jövőre szól. Jogos kérdés lehet, hogy ebben még nem menjünk bele, ez érthető, ahogy hitelesítették magukat? Hogyha a proféta tévedett, nem következett be a profécia, akkor megölték. Hogyha ellentmondott az addigi kijelentéseknek, akkor is ugyanezt történt vele. Tehát nem volt egy játék profétának lenni. Ilyen proféciákból több mint 6400 van, nincs még egy olyan könyv a Földön, amiben egy darab tökéletesen beteljesült igazolható profécia lenne, így több mint 3400-al van dolgunk, 100%-os pontosságúak. És most beszélnék egy nagyon specifikus dologról, még van egy kis időnk, Sanyi említette a messiási proféciákat. Jogos lenne a kérdés, hogyha Isten létezik, és ír nekünk egy könyvet, akkor mi lenne a következő lépés szerintetek, hogyha kapcsolatba szeretnénk lépni vele, vagy ő ezt komolyan gondolja? Hát el kéne jönnie, nem? Az lenne az igazi, hogyha eljönne. És az emberek szeretik az Ószövetséget és az Újszövetséget két külön történetnek kezelni. Hányan hallottátok azt, hogy az Ószövetség istene az teljesen más, mint az Újszövetségé? Az Ószövetség egy haragvó isten, egy pusztító isten, és az Újszövetség az valami egészen más. Nos, hogyha lehet, hogy meg fog lepni sokakat, amit most mondani fogok, de az egész Ószövetség arról szól, hogy Isten személyesen el fog jönni. Az egész Ószövetség felkészít bennünket arra, hogy Isten emberré lesz, és eljön a mi világunkba. Erről szól az elejétől fogva, egyetlen emberről. És 300 kijelentés szól az eljövendő, messiásnak hívják a Biblia. Egy megváltó. És beszélt Sanyi arról, hogy lehet, hogy meg kellene tisztulnunk. És a Biblia használ egy kifejezést, de nem is szeretnék ennyire előre menni, mert szerintem Sanyi, te fogsz erről beszélni a végén, gondolom én. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy ez a messiás 300 kijelentésben több mint 70 tulajdonsága van leírva. Több mint 70 tulajdonság. Ahhoz, hogy be tudjunk azonosítani egy embert, szerintetek hány adatra van szükség? Mondjuk Kínában több mint 1 milliárd emberből szeretnénk egy embert. Egy embernek egy levelet küldeni. Hány adatára van szükség? Oké, Rafi, te már így. de hogyha maradunk az egy adat is jó, csak ne legyünk ennyire megengedőek magunkkal. Tudod, hogyha egy postai levelező lapot szeretnék küldeni, akkor név, cím, lakhely, irányítószám, mondjuk 4-5 adat, 4-5 adatból kilőjük a 7 milliárd emberből azt az egyet, akinek szeretnénk üzenni. Mondjuk 5 adatból bárki azonosítható a világon. Ez nem igaz, mert sokkal kevesebb, de legyen 5. Figyeljetek, 70 adatunk van az eljövendő messiásra, Isten személyére. És ami engem igazán felháborított, mert nem erre számítottam, amikor kerestem, akkor
ez egyetlen személyre illik az egész világ történelem, és ezt nyilván tudjátok, hogy kiről beszélek, a názáreti Jézus Krisztus. És ezen a ponton majdnem hátat fordítottam ennek az egésznek, mert nem szerettem volna, hogy a tények összezavarnak engem. A hátam közepére sem kívántam Jézus Krisztust. Tudjátok miért? Mert itt már személyessé vált a történet. Ahogy Sanyi mondta, itt már nem tudtam a kávézóban egy kávé mellett filozófálgatni, mert ez a személy kihívást intézett hozzám. Úgy értem, hogyha ő tényleg a messiás, és ő tényleg az, akinek mondja magát, akkor már nem élhetek többé úgy, ahogy eddig. És 1993-ban valaki adott nekem egy Jézussal kapcsolatos könyvet, ilyen vastag volt, Jézus élete. Nem is értem, hogy de elolvastam. És azt mondtam, hogy bakker, ez lehet, hogy igaz. Úgy értem. Csak remélem, hogy nem igaz, de gyanús. Ugye mérnöki gondolkozással, amikor körülnéztem a világba, akkor csak azt láttam, hogy rendezettség van, amiről Sanyi beszélt. Tudod, senki nem mondja nekem, hogy természeti törvények összehangolt működése, amik egymással összhangban vannak, hihetetlen állandósága, minden avul, de a természeti törvényeink ugyanolyanok, hogy 200 éve ugyanilyen sebességgel esett le ez attól, hogyha lejtették. Tudod, a csillagok az égen, az ökoszisztéma, az állatok, láttam, hogy minden rendezett, tudod. Hogy gondolhatnám azt, hogy minden a véletlen művet? Sose hittem. Én csak reméltem, hogy nincs egy személyes Isten. Jobban kiegyeztem volna egy személytelen Isten. Nem tartozom elszámolásra, minden rendben van. Mert azért a szívem mélyen tudtam, hogy nem vagyok rendben. tudtam, hogy probléma van. De van egy feloldása. Van egy feloldása ennek, és fogunk erről beszélni. De csak... Mit szólnátok, hogyha megnéznénk egy-két ilyen proféciát, hogy ne a levegőbe beszéljünk? És csak még egy dolog. Rendben van, hogy messiási profécia, de honnan tudhatjuk, hogy nem Jézus élete után írták ezeket utólag? Jogos? Jogos a kérdés? Oké. Erről beszéljünk. Az 1940-es évekig, mondjuk az 50-es évekig ez kérdéses volt, és azt mondták, hogy lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Azonban a holtengeri tekercseket miután megtalálták, találtak olyan bibliai könyveket, ószövetségi könyveket, amik tele voltak messiási proféciákkal, és a Krisztus előtti első századból származtak. Ezen kívül létezik az ószövetségnek egy görög fordítása, ami remélem le tudom írni. Septuaginta, ami 70-et jelent, 70 zsidó tudós, lefordította egy egyiptomi uralkodónak a Bibliát, az Ószövetséget héberről görögre. És ez a fordítás a Krisztus előtti 250 körüli bizonyíthatóan. A Biblia valamennyi könyvét tartalmazza. Tehát innen tudjuk... Igen? Tessék? Mert a görög volt akkoriban a világnyelv. Abban a régióban használták a görögöt, igen. Épp olyan, mint manapság az angol. Aztán második Ptolemaios volt, azt hiszem, aki lefordította, ebben most nem vagyok biztos. Oké. De visszatérhetünk még rá. A nagyon érdekes volt az akkori kultúra, mert a római birodalom terjesztette gyakorlatilag a görög kultúrkört, és gyakorlatilag az volt a forrása. Görögül és arámiul beszéltek egyébként Jézus idejében azon a vidéken. Tehát a holtengeri tekercsek és a Septuaginta biztosít bennünket arról, hogy a proféciákat nem lehetett utólag megírni. És most csak a legérdekesebbeket nézzük meg, és remélem megtalálom őket. Van egy rész Ézsaiás könyvében, az 53. fejezetben, ez nagyon érdekes, a zsidó rabbik nem olvashatnak. Még van egy rész, a Zsoltárok 22, én voltam a Dohány utcai zsinagógában, én magam zsidó gyökerű ember vagyok egyébként, az édesapám egész családja zsidó, tehát gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy én is az vagyok. Nem női ágon öröklődik egyébként, de mindegy, ebben most nem menjünk bele.
kihagyják a Zsoltáros könyvükből a 22. fejezetet, csak azért, mert a messiásról beszél, tele van messiási proféciával, és az Ézsaiás 53-ot még nem olvassák fel szintén. Csak felolvasok egy pár verset a Bibliából. És ez Krisztus előtt 700 évvel keletkezett körülbelül ez az írás. És ő megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útjára tévedt, de az Úr mindnyájunk vétkét ő ráveti. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint lyuk, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Tudjuk, hogy Jézus nem védekezett, hallgatott, nem szólt semmit a vádakra. Tudjuk, hogy megkínozták őt, és egyébként meg azt állította magáról, és csak így ezt jó, ha tisztázzuk, hogy mit mondott magáról, és egyedüliként a világ történelemben. Oké, többen is mondták, de ő be is tudta bizonyítani. Azt mondta, hogy én vagyok Isten. És tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ilyet sosem mondott. De most, hogyha lapoznánk a Bibliában, akkor körülbelül egy kapásból 10 helyet tudnánk mondani, amikor ő azt mondta, hogy én vagyok Isten. János evangéliumában is én és az Atya egy vagyok. Fülöp apostol megkérdezte őt, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és Jézus azt mondta, hogy ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertetek meg. Aki engem látott, látta az Atyát. És azt mondta, egy felháborító kijelentése volt, azt mondta, hogy nekem hatalmamban áll megbocsájtani a ti bűneiteket. És valójában ezért végezték ki. Ez volt az egyetlen indok arra, hogy ki tudják végezni. 11 alkalommal nyilvánították ártatlannak a 24 órás kihallgatása alatt az ellenségei. Semmiféle bűnt, Pilátus sem, Pilátus mosta a kezeit, Herodes inkább azt mondta, hogy vigyétek innen, nem akart vele foglalkozni. Ide-oda küldözgették őt, senki nem talált bűnt, és aztán a zsidó farizeusok, ők elérték Pilátusnál, hogy a mi törvényeink szerint az ember Isten káromló, mert Istennek vallotta magát. Oké? Ez volt az egyetlen indok. Úgyhogy Jézus az egész 3,5 éves szolgálata alatt számtalanszor azt mondta, hogy emberek, az egész Ószövetség ilyen rólam szól egyébként, és én vagyok az Isten, akire vártok, és itt vagyok. Tudod, és egy kihívást intézett felénk. És csak még néhány gonoszok közt adtak sírt néki, és gazdagok mellé jutott kínos halál után, gonoszok között, két elítélt között feszítették meg, és gazdag ember sírjába fektették, Arimatia József adta oda a sírját neki. Oké. És aztán olvassunk egy, és aztán visszapasszolom a szót neked, Sanyi, jó? Csak Zsoltárok 22-ből van egy nagyon, nagyon, nagyon klassz, illetve rémisztő dolog. Figyeljetek, néhány ember azt mondja, hogy Jézus akarattal teljesítette be a proféciákat. Ő tudta, hogy mi van leírva, és aztán szánt szándékkal betöltötte ezeket. Oké. Ezer évvel írták ezt a proféciát, ezer évvel a keresztre feszítés előtt. Megosztoznak ruháimban, és köntösömre sorsot vetnek. A Zsoltárok 22:19-ből. Na most tudjuk, hogy ez megtörtént, és csak a kérdésem az, hogy erre hogy lehetett volna bármiféle rálátása, vagy bármiféle ráhatása. És csak még egy nagyon érdekes dolog. Jézus áldozata csak egyetlen egy napon volt érvényes. Pontosan azon a napon, amikor megfeszítették, ez a páska, egy páska ünnep volt. És ez nagyon érdekes. Ha bármilyen más napon történik, meg nem érvényes. Tehát hogy tudta vajon ezt elérni? És csak annyi, hogy a Biblia használja a bűnszót. A bűnszót. Ezt gyűlöljük. Tudjátok miért? Mert nincs rá válaszunk. Szeretjük a bűn másképpen hívni. Szeretjük egy kicsit elsikálni. De tudjátok, mi volt az eredeti jelentés a görögben? A céltévesztés. Ijász versenyeken használták, lőttek, elhibázta, mellé ment a nyilvessző, és a bíró azt mondta, hogy bűn. És a Biblia, rengeteg szavunknak a jelentése megváltozott az idők folyamán, eltorzult. És a Biblia azt mondja, hogy céltévesztettek vagytok. És nekem kell eljönnöm,
ahhoz, hogy rendbe tegyelek benneteket. Ez egy egyedülálló üzenet. Nincs párja. A vallások ezt mindegy fölfelé mutató nyíl, tudod? És csak értsétek, hogy ez nem kritika, de antitézis szerint gondolkodunk. Ezek tények. Szeretjük a muzulmánokat, szeretjük a hindu embereket, hogy ne szeretnénk, ugyanúgy emberi lények vagyunk, ez nem kérdés. De itt most az életünk forog kockán. Úgy értem, nem mondhatom azt, hogy ez is jó, meg az is jó. Csak a szeretetnek az egyik formája az, hogy nem hagyjuk meg a másik embert a tévedésében. És a tolerancia egyértelműen ezért gonosz dolog. Csak tudod, lehetek toleráns néhány dologgal kapcsolatban, de az igazsággal kapcsolatban nem, mert akkor nem vagyok szerető. A szeretet feltételezi az igazságot. És tudod, a muzulmánok, a hinduk, vagy akármelyik vallás, mindegyik vallás azt mondja, hogy törekedj fölfelé, próbálj meg jó ember lenni, és akkor majd Isten talán elfogad. És nem tudod, hogy elfogad-e vagy nem. És a kereszténység ebben teljesen különbözik. A Biblia üzenet a megdöbbentő üzenet, mert azt mondja Isten, hogy én jövök el hozzád. Oké? Én jövök el hozzád. Tudod miért? El vagy veszve reménytelenül, és nincs reményed. Nem tudod magadat rendbe hozni. És csak annyi, hogy nem tudsz megbocsájtani egy másik embernek. Úgy értem, nem érvényes. Tudod miért? Mert a szabályokat nem mi hoztuk. Ez olyan, mint egy FIFA mérkőzés. Férfiak érteni fogják a példát. Foci meccs, a csatár szalad, a hátvéd utolsó emberként felrúgja. Mi fog történni? Oké, ki a piros lap. Felpattan a csatár, és azt mondja, nem bíró Spori, nem, én megbocsájtottam neki, ne csinálj ezt, át is öleli a védőt. Oké, és a bíró azt mondja, hogy értelek, oké, de ez a FIFA nemzetközi szabályrendszere. Kit érdekel, hogy te megbocsájtottál-e neki? Oké, senkinek se tudsz megbocsájtani. Senkinek. Nem áll hatalmadban. Az az egyetlen személy bocsájthat meg valamennyünknek, aki hozta a szabályokat. Oké, ezen a szinten megbocsájthatok, tudod, de csak egy magasabb szinten pedig nem. És ezzel arra céloztam, hogy nem tudod jóvá tenni a bűneidet. A céltévesztést nem tudjuk jóvá tenni. Az egyszer megtörtént, az beleégett a történelembe, és csak nem tudsz vele mit csinálni. Szükségünk van egy segítségre. Drága Sanyi, visszaveszed a szót? Ja, még lehetne beszélni. Maradj itt a közelben. Jó, oké.